Sziasztok! A rendkívüli helyzetre való tekintettel, úgy, mint ahogy Ákos is, én is most innen a saját konyhámból fogok főzni nektek. Igazából megnéztem azt, hogy mi van a kamrámban és a fagyasztómban, és találtam pár zöldséget, meg fagyasztott csirke mellett, meg tésztát, meg egy csicseri borsó konzervet, úgyhogy most ebből fogok főzni nektek egy nagyon gyors pasztát, úgyhogy lássuk is, hogy mi lesz ez. Na, én már fel is raktam a vizet főni, mert ugye ez az első feladatunk, hogy megcsináljuk a tésztát. Én most a szekrényemben ilyen ázsiai tésztát találtam, de igazából bármilyet használhatok, szóval, hogyha otthon spagetti van, vagy penne van, vagy bármilyen tészta, azt is nyugodtan kifőzhetitek, és szuper lesz hozzá. Úgyhogy ez most bele is megy a forró vízbe, és amíg fő a tészta, meg is tudjuk csinálni a ragunkat. Na, igazából ennek a tésztának 3-4 perc elég is volt, úgyhogy gyorsan leszűröm, és akkor utána jöhet is a ragú. Először is egy pici olívaolajat kell hevítenünk a serpenyőben. Felmelegedett az olaj, úgyhogy mehet is bele a vöröshagyma és a fokhagyma. Ebbe két gereszt fokhagyma van, és egy kisebb fej vöröshagyma felaprítva, úgyhogy ez mehet is bele. És az a fontos, hogy üvegesre pirítsuk le, tehát ne égessük meg semmiképpen, mert ugye benne van a fokhagyma is. Le is pirult nagyjából a fokhagyma, meg a vöröshagyma, úgyhogy jöhet is a hús. Én találtam a fagyasztómban csirke mellett. Igazából bármilyen más hússal is elkészíthetitek, bár igazából én ezt ajánlom, de hogyha szeretnétek, akkor ki is hagyhatjátok. Akkor sima vega zöldséges tésztát fogtok kapni, úgyhogy ez is tökéletes lesz. Így, hogy benne van a hús, meg a hagyma is már pirul itt a kis serpenyőben, jöhet is a fűszerezés, kell hozzá nyilván sóbors. Hol a só? Hol a só? Tényleg nem tudom, el kellett rakni a sót. Mindjárt jövök. Jöhet bele bors, természetesen. Még mielőtt megszólnátok, imádom a borsot, úgyhogy én mindig egy kicsit többet használok, sóból viszont mindig kevesebbet, szóval ez egy kicsit problémás, amikor bent szoktam főzni a stúdióban, de most itthon főzök, úgyhogy azt sem, amit akarok. Jöhet hozzá egy pici méz, hogy édes is legyen kellőképpen. Jöhet még bele valamilyen kicsit ilyen pikánsabb, csípősebb szósz. Jöhet bele egy pici szójaszósz is. Ugye ezzel vigyázzunk, mert már adtunk hozzá egy kicsi sót, szóval azért ne legyen túl sok, mert ne legyen túl sós se. Nagyjából úgy gondolom, hogy ennyi elég is lesz. És amit én nagyon-nagyon szeretek, kicsit ilyen ázsiai hatású étel fog készülni, úgyhogy egy pici gyömbért fogok még belerakni. Ugye most gyömbérport használok, ez azért inkább talán azt mondom, hogy most is fel lehető a háztartásokban, mint a friss gyömbér, de hogyha friss gyömbéretek van, akkor aprítsátok nagyon apróra le, és akkor mehet az is hozzá. Na és akkor most jönnek a zöldségek. Hogyha van otthon friss brokkolitok, karfiolatok, répátok, vagy esetleg cukkinitek, akkor nyugodtan azokat használjátok ebbe az ételbe. De hogyha itt is ismét a fagyasztóhoz nyúlnátok, akkor nyugodtan egy ilyen zöldségkeveréket kivehettek, kiengeditek szépen, és akkor mehet is hozzá a húshoz. Volt itthon nálam egy kis csicseri borsó konzerv, úgyhogy most ezt is belerakjuk a zöldségekhez. Na, nagyjából készen is van a tészta, lepirultak a zöldségek is, meg a hús is, már csak két alapanyag hiányzik, viszont addig sem szeretnék elmenni a tény mellett, hogy Jancsa Jani itt van a kis sütiskönyvben kinyitva. Annyira hiányoznak a kollégák így az elszeparálás ideje alatt, hogy így minden héten máshol nyitom ki a könyvet, és most ezen a héten éppen Jancsa Jani van itt velem. Na, de térjünk vissza a főzéshez, úgyhogy jöhet is a magyaró, egy pici magyaró a textúrája miatt, és a tészta, amit már előzőleg kifőztünk, és kész is van ez a szuper csodálatos étel. Szerintem tök szuper lett ez az étel. Igazából az a jó benne, hogy gyakorlatilag nettó 20 perc alatt elkészíthető, hús nélkül is nagyon szuper, illetve bármilyen konzerv vagy fagyasztott zöldséget használhatok hozzá, ráadásul tényleg bármilyen tésztával jó, úgyhogy szerintem próbáljátok ki, mert tényleg végtelenül egyszerű. Hogyha még több ilyen nagyon egyszerű és gyorsan összedobható receptet szeretnétek találni, akkor keressétek a Street Kitchennek a bespájzolós rovatát, kövessetek minket YouTube-on is, mert jövünk még hasonló receptekkel. Sziasztok! Thank you.